Julcsi. Te meg egy nevedről. Így indul a reggel a Leleszen élő Ilkó családnál. A felvidéki fiatal házas pár 4 gyermeket nevel. A 2 nagyobbik már iskolás, a falujuktól 15 kilométerre fekvő magyar tannyelvű kisgéresi alapiskolába járnak. Hál' Istennek sok magyar iskola működik a környéken, mégis alaposan utána kellett járjunk, melyik az, amelyik megfelelne az elvárásainknak. Nem utolsó sorban ugye a fenntartó, meg az igazgató, ha értéket képviselnek, azt gondolom, hogy az iskola mindennapjaiba bekerül. És azt tapasztaltuk, megtapasztaljuk, hogy nagyon jó helyre hoztuk a gyerekeinket, ugyanis itt a magyarság tudat, a hit nagyon fontos. Ezt szinte minden nap éreztetik a gyerekekkel. A legidősebb lány Anna negyedikes, húga Júlia pedig harmadik osztályos. Öccsük a helyi óvodába jár, hogy csoporttársaival együtt kezdhesse majd meg az első osztályt a magyar iskolában. De nem csak Ilkóék járatják gyermekeiket ebbe a tanintézménybe, egyre többen választják a környező településen élők közül is a színvonalas, magyar öntudatra nevelő alapiskolát. Évek óta összevont kisiskolaként működünk, 2 összevont osztállyal, tehát 1-4 évfolyam, 2 osztállyal, és az utóbbi években a gyermek létszámunk annyira növekszik, hogy már kinőttük az iskola falait, és a 2 összevont osztályból most már 2 önálló osztályt tudunk ebben az iskola évben tanítani, tovább haladni. 2 osztályteremmel bővítsük a régi iskola épületét, tehát 2 új osztályt fogunk fölépíteni, és azt a bizonyos nagy osztályt meg át fogjuk tudni alakítani tornateremmé. A magyar kormány nem csak felvidéki magyar iskolák bővítését támogatja. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 58 magyar óvoda újulhat meg. Ebből 5 intézmény a 2 legkeletibb régióban, Bodrog közben és az Ungvidéken található. Mindegyikben magyar nyelven folyik az oktató-nevelő munka, ahol az óvodapedagógusok arra törekszenek, hogy a gyerekek magyar iskolában kezdjék az első osztályt. Na húzzák! A felújítási munkálatok már javában folynak Nagytárkányban is, ahol egyre nő a lakosok létszáma. 95%-ban magyarok élnek a faluban. Az óvodába, amely összesen 50 gyerek befogadására alkalmas, jelenleg 42-en járnak. Az 1983-ban épült óvodát az elmúlt években önerőből és magyarországi, valamint szlovákiai támogatásokból fokozatosan újították fel. Ami nagy gondunk van, az a tető. Középre, 4 oldalú középre oldották meg a lejtést, és 3 csöven van levezetve az esővíz, hóvíz az épület belsejében bele az elvezető rendszerbe. Sokszor beázott, már többször volt újra szigetelve, vagy részben szigetelve a tető. Idén nyáron új tetőt kaphat a nagytárkányi óvoda, de nem csak itt lesz felújítás. Véken például 2 éve a tanintézménynek otthont adó épület tetőszerkezete beomlott, így az óvoda átmenetileg a községi hivatal emeletére költözött. Az önkormányzat korábban többször is pályázott az óvoda épületének felújítására, évekig sikertelenül. A kitartó munka azonban meghozta gyümölcsét, így állami támogatásból, valamint a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési pályázatának köszönhetően végre megújulhat a vékei óvoda épülete. Lesz az egész óvoda szigetelve, a tetőzetet leromboljuk azért, mert hát félő, hogyha egy 20 centis hó ráesik, akkor a tető beomlik, új fűtőberendezés lesz benne, és az egész belsejét is megcsinálják. Hát persze, még emellett még gondolunk a gyerekekre, hogy lesz egy ilyen kis rész is, ahol a gyerekek tudnak majd tornagyakorlatokat végezni. Az óvodát 25 gyermek befogadására alakítják ki. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a vékein kívül megújulhat még a szentesi, a kisgéresi, valamint a csicseri óvoda is. A 2016 novemberében elfogadott határon túli óvodafejlesztésekről szóló kormányprogram Trianon óta a legnagyobb ilyen típusú befektetés a külhoni magyar óvodák támogatására.